közösség elleni uszítás miatt feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom a kormány kommunikációja miatt, ugyanis az oltatlanok elleni megbélyegzést olyan szintre emelték Orbánék, ami álláspontunk szerint bűncselekmény, miközben a sorozatos kormányzati hazudozásnak semmilyen következménye nincsen. Korábban arról hazudoztak, hogy nem lesz kötelező az oltás, maga a miniszterelnök mondta, hogy nem diktatúrában élünk, ez egy szabad ország. Tehát ez egy demokrácia. Sőt, ami ennél fontosabb, hogy ez egy szabad világ. A demokrácia az csak egy kormányzati forma, meg választás, ennél többre van szükségünk, szabadságra. Ezért szerintem Magyarországon a kötelező oltás a vírus ügyében, felnőttek esetében nem járható. Ma pedig már arról beszélt ugyanő, hogy nincs más választás, mindenkinek be kell oltatnia magát. Hát mi a diktatúra, ha nem ez, teszi fel a kérdést a Mi Hazánk mozgalom. Azt is hallhattuk alig egy éve, hogy a vakcina élethosszig véd, fél éve még azt is tagadták, hogy harmadik oltás kell, sőt a negyedik hullám kialakulását is igyekeztek elhazudni. Nem lesz Covid 2022-ben. Magyarországon már a nyáron sem lesz. Nem tud egy olyan mutáció kialakulni, ami Magyarországon ismételt járványt okozzon, mert nagyon magas az átfertőzöttség. Mára látjuk, hogy egyik sem volt igaz. A Mi Hazánk mozgalom szerint ezek után nem csoda, hogy az emberek már nem hisznek a kormánynak, hiszen gyakorlatilag semmi nem úgy történt, ahogy azt az ő tájékoztatásaikból hallhattuk. Nincs szó semmiféle nyáj immunitásról sem, sem 5 millió, sem 6 millió beoltottnál, korábban ezt is ígérték. Az oltatlanok elleni hergelés nem csak erkölcsi, morális alapon, illetve jogilag elfogadhatatlan, ezért is teszünk feljelentést, hanem hazugság is, hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Központ, vagyis Müller Cecíliáék egy újságírói kérdésre végre hajlandók voltak adatot szolgáltatni, és ebből kiderült, az augusztus 1-e és október vége között megfertőződöttek közel fele, egészen pontosan 48%-a oltott. A lezárásokkal kapcsolatban is felér egy beismerő vallomással a kormány politikája. Tavaly fele ennyi napi új fertőzöttnél gyakorlatilag mindent bezártak, most pedig belátják ők is, hogy ennek semmi értelme nincsen, tehát tavaly sem volt. A Mi Hazánknak elege van abból, hogy folyamatosan az arcunkba hazudik a kormány, ezért holnap 15 órától tüntetést tartunk az Alkotmánybíróság előtt. Elég a zsarolásból, nem kérünk a kötelező oltásból.